Egy hideg ásványvizet egészségére. Senki nem utasította el az ásványvizet a délelőtti órákban Nyíregyháza belvárosában. A közterület felügyelet összesen 1500 palackot osztott szét rövid időn belül a korzó előtti sétáló utcán. Kettől a legmelegebb órákban kivétel nélkül 35 Celsius fok fölé emelkedett a hőmérséklet. A tartós kánikulát nehezen viselik a járókelők. Nem lehet bírni ezt a hőséget, főleg én szíves is vagyok. Nehéz nagyon. Nagyon nehéz elviselni. Ugye június-július a főszezon, nagyon jó dolog, hogy a város hozzájárul ahhoz, hogyha jövünk, megyünk ügyet intézni, például én is most megyek ügyet intézni, és kapunk egy kis folyadékot, folyadékpótlással szerintem megoldható. Az önkormányzat már nem először biztosít ingyen ásványvizet a belvárosban közlekedőknek. Az előző évekhez hasonlóan most is a hőségriadó idejére szervezték meg az akciót. Ilyenkor a vízfogyasztásnak, a szénsavmentes ásványvízfogyasztásának nagyon nagy jelentősége van, hiszen nem nagyon érzékeljük, de már most is bőven itt az árnyékban 30 fok fölött vagyunk, és az ember óhatatlanul veszíti a folyadékot, tehát ahhoz, hogy a szervezete tudja magát fenntartani, az vizet kell inni. Ezért is csináljuk ezt már több éven keresztül polgármester úrnak a kezdeményezéséből, és valószínűleg, hogy az időjárást nézve ezt a következő években is fogjuk. Az előrejelzések szerint hétvégén kismértékben enyhül a hőség. Tanácsos ugyanakkor a következő napokban is vigyázni, délelőtt 10 és délután 4 óra között továbbra sem érdemes hosszú ideig a tűzőnapon maradni, továbbá ahogyan arra a vízosztási akció is emlékeztet, nagyon fontos odafigyelni a rendszeres folyadékbevitelre. Köszönjük szépen! Köszönjük.